Szada község önkormányzata 6. alkalommal tartott vállalkozói konferenciát a helyi faluház nagytermében. Vécsei László Szada polgármestere fontosnak tartja, hogy az eddig jól működő kapcsolat tovább erősödjön. A rendezvényen jelen volt a település képviselőtestülete és a legtöbb helyi iparűzési adót fizető vállalkozások vezetői, képviselői. Ennek a vállalkozói körnek azért Szadán most már több mint 20 éves hagyománya van, gyakorlatilag a 90-es évek elején települtek ide nagyobb számban azok a vállalkozások, amelyek már kinőtték magukat, vagy legalábbis nagyon sokan közülük. Örömteli esemény, vagy örömteli mutató, hogy Szadán ezen a 4700 lelkes településen a 90-es évek óta ma már 290 fizető, adófizető vállalkozás és több mint 200 olyan kis vállalkozás van, amelyek számára adókedvezményt adtunk. Tehát a vállalkozások száma igen magas nálunk. Nagyon jó a partneri viszony, 20 éves együttműködés vagy ismeretség van a legtöbb céggel, cégvezetővel. Én azt gondolom, hogy ez olyan érték, amit mindenképpen ápolni és fejleszteni kell. Elhangzott, hogy a szadai vállalkozók nagyon jó adófizetők. Az önkormányzat mit tud cserébe nyújtani nekik? Egyrészt a kis adófizetőknek, kis vállalkozásoknak adómentessé tesszük a tevékenységét, tehát 1,6 milliós adóalapnál kisebb adóalap esetében nem kell adót fizetniük, a többieknek pedig igyekszünk kedvébe járni. Ez nagyon sokszor jelképes gesztusokban nyilvánult meg. Talán ez a mai konferencia abban tér el az előző évek konferenciáitól, hogy most érdemi viszonzást tudunk tenni a vállalkozások felé. Tehát itt nagyon konkrétan tudunk majd a jövőben is a helyi vállalkozásokkal arról egyeztetni, hogy bizonyos általuk befizetett adófajtákat hogyan tudjuk az ő érdekükben, az ő tevékenységük érdekében felhasználni, hogyan tudjuk az infrastruktúrát úgy fejleszteni, hogy az leginkább szolgálja az érdekeiket. Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit az adósságátvállás és a felszabaduló fejlesztési pénzek jelentenek a község fejlesztés politikájában, ebben a helyzetben nagyon sokkal könnyebb lesz ezeket a gesztusokat kézzelfogható és megvalósult közös beruházásokra váltani. Én remélem, hogy ez a helyi vállalkozói társadalomba leszivárog, akkor azért talán még hajlamosabbak lesznek arra, hogy együttműködjenek, és ez az egyébként is tényleg nagyon jó adófizetési fegyelem, ez még javuljon. Ezért nincs a jó dolog, amin ne lehetne még javítani. Az építményadó kapcsán gondoltunk arra, hogy miután most úgy tűnik, hogy megengedhetjük magunknak, és az elkövetkező évek változatlan önkormányzati finanszírozása mellett ez tartósan így maradhat. Tehát ezt az építményadót, ezt próbáljuk meg a vállalkozásoknak így első körben visszaforgatni. 2013-ra tehát van egy önkormányzati szinten 14 milliós kivetés, ami a szadai fizetési fegyelmet tekintve azt gondolom, hogy be is fog folyni. Ebből az ipari park körülbelül 8 milliót fog hozni, és hát a Mondi is milliós nagyságrendben fog ehhez hozzájárulni. Tehát két konkrét ajánlatunk van, egyrészt az ipari park, egyrészt pedig a Mondi részére, azzal, hogy a többi építményadót fizető vállalkozástól is várjuk, hogy milyen telephelyükhöz, érdekkörükhöz tartozó fejlesztési, infrastruktúrafejlesztési, vagy bármi egyéb fejlesztési elképzelésük van, és akkor ezeket az összegeket, ezeket gyakorlatilag félretesszük, külön könyvelten tartjuk, és bármikor, hogyha bármelyik vállalkozásnak ilyen gondja, akkor erre nyugodtan hivatkozhat. A legnagyobb helyi iparűzési adót fizető Mondi Szada Kft. Ügyvezetője arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nagyon nehéz megfelelő képzett szakembereket találni villanyszerelő, lakatos, illetve egyéb szakmákban. Felmerült egy honlap ötlete is, merre az álláskeresők tölthetnék fel önéletrajzaikat, hogy a helyi vállalkozók könnyebben rájuk találjanak. Több cég is utalt a rossz infrastruktúrális körülményekre, szeretnék, ha az önkormányzat orvosolni tudná ezeket. Azt gondolom, hogy főleg a mostani időszakban nagyon fontos az, hogy egy-egy cég, illetve a község, vagy éppen cég és város, tehát a helységgel közösen együttműködve többet tud elérni.
Gondolok itt például arra, ami itt a konferencián is elhangzott, hogy utak építése, és pont én a négy szem közt interjú voltam meg a polgármester urat ezzel kapcsolatosan, mert mi Veresegyház felé vezető főúton vagyunk, és ott is például a gyalogos forgalom, illetve kerékpáros forgalom, ez egy óriási problémát jelent. Hát itt például nagyon régóta nagy szüksége lenne ennek az egész régiónak Gödöllő, Vác közötti kerékpárút megépítése. Ha ez megépülne, akkor az egy hát balesetmentes közlekedést tenne lehetővé, hiszen a kerékpáros az egy nem kívánt közlekedő ma Magyarországon. Jelen pillanatban, amivel mi szenvedünk, és ezügyben szerettem volna egyébként az önkormányzattal is egyeztetni, számos tárgyalást folytattunk a gödöllőiekkel, iskolákkal, szakiskolákkal főleg, egyszerűen nem találunk szakképzett gárdát. Villanyszerelőt keresünk, nincs. Lakatost keresünk, nincs. Eljön hozzánk villanyszerelő interjúra, és nem tudja megkülönböztetni a három zsinort. Tehát, hogy katasztrofális az állapot. Én nem tudom, hogy hova tartunk ilyen közoktatás szintjén. Azt gondolnám, hogy ezzel érdemes felsőbb szinteken foglalkozni. Nagyságrendileg mi most egy 50-60 fővel bővítettük az állományunkat, tehát durván most a 310 környékén jár a létszám. Tavalyi év 250-260 főjéhez képest. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen intenzív bővítés, de elég erős a fluktuáció, mert interjúk során felvett emberek pár hónapon belül nyilván kiderül, hogy alkalmas a munkára, vagy nem alkalmas. Számos esetben előfordul, hogy egyszerűen egy-két nap után eljön az ember, beáll a munkába, akkor kiderül, hogy éjszaka is kell dolgozni, mert folyamatos üzembe megyünk, akkor fogja, egyszerűen nem szól, nem jön be. Tehát elképesztő körülmények uralkodnak, én azt gondolom, a munkaerőpiacon. Van egy olyan tervünk, ami a szadai közoktatási koncepció fejlesztését évtizedre, vagy akár több évtizedre előrevetítve is vázolja. Ugye új óvoda építésével eljutunk odáig, hogy a óvodás korosztálytól már három csoport fog följönni, ez végig fog menni a mi általános iskolánkon, tehát körülbelül az elkövetkező 10 évben kiszorul az iskolából a tanulói létszámunk. Ha most nem sikerül ez az energetikai korszerűsítés bővítési pályázatunk, akkor már az idén. Reméljük, hogy sikerül, akkor van egy néhány év laufunk, de nem sok, éppen annyi, hogy föl tudjunk építeni egy felső tagozat számára alkalmas általános iskolát. Na most ezt úgy tervezzük, hogy a jelenlegi felső tagozat 10 év múlva esedékes felső tagozati igényeket kiszolgálja, de bővíthető legyen a 10 éven túli igényekre, és mellé a környezetében egy helyi szakiskolát tervezünk, mert mi is látjuk azt, hogy igények lennének. Látjuk azt, hogy rengeteg cég van Szadán, ahová gondolom szintén el kellene szakképzett munkaerő, és nem kell mindenkinek gimnáziumba és egyetemre menni. Ezt is látni lehet. Na most annál jobb, mint a helyi szakiskolában elsajátítani néhány helyben kúrens szakmát, annál jobbat nem nagyon tudok elképzelni, úgyhogy várjuk minden helyi cégnek, cégvezetőnek az ilyen irányú elgondolásait, mert a hosszú távú fejlesztésekbe ezt mindenképpen beépítjük. Tehát ha kiderül, hogy Szadán mondjuk alapvetően villanyszerelőket, gépészeket, meg nem tudom micsodát keresnek, akkor az mindenképpen orientál bennünket, hogy abba az irányba kell majd ezt a dolgot vinni. A konkrét jelenlegi igények esetében pedig, hát nézzük meg, erről beszéljünk, majd megpróbálok segíteni, hogy a választókerületen belül, vagy a környéken, hol lehet esetleg egy ilyen együttműködő szakiskolai partner találni. Vécsei László a rendezvényen tartott beszédében elmondta azt is, hogy ebben az évben egy helyi fejlesztési programot dolgoznak ki, mely több lépcsős lesz, elsősorban az infrastruktúrát kívánják fejleszteni, de sor kerül majd a közvilágítás, a közbiztonság további bővítésére is, valamint megfelelő pályázatok segítségével a nevelési, oktatási intézmények fejlesztésére is. A helyi sportélet fellendítéséhez pedig a vállalkozók segítségét kérik. Hát jelen pillanatban több tervünk is van. Azt gondolom, hogy a kiemelkedő terv az egy sportcsarnok építése. Ugye egy ekkora forró effektív saját beruházásból nem tud megvalósítani ilyen sportcsarnokat, és hát a fenntartás is problémát jelenthet. Jelen pillanatban azon gondolkozunk, hogy a helyi vállalkozók segítségével a társasági adójuk terhére esetleg egy sportcsarnokot felépítenénk. Egy 2000 négyzetméteres csarnokban gondolkozunk,
egy durván 550-600 millió forintos beruházásról beszélünk. Szerencsére vannak olyan adózóink a településen, akiknek a társasági adójuk magas. Így viszont az ő szempontjukból teljesen mindegy, hová fizetik be, hogy az APEC-nak vagy nekünk, viszont a település szempontjából egyáltalán nem. Ami úgy gondolom, hogy az itt jelenlévők életminőségét mindenképpen javíthatná, és a környező települések meg sportcsarnok ilyen vannak. Tehát ahol van ott is, aki használtság majd, hogy nem 100%-os. Mik azok a fejlesztések, amiket egyébként eddig már elindítottak, de esetleg befejezésre vár? Hát úgy gondolom, hogy szóval szempontjából egyik legfontosabb fejlesztés, amit most egy 10 éves program fog indulni, egy útfejlesztési program. Megpróbáljuk 10 év alatt a település összes földútját szilárd burkolattal ellátni. Miután a nagy esőzések, ugye mi viszonylag magasan fekvő település vagyunk, ezért a csapadékvíz elvezetésből adódóan a földutak azért nem szerencsések. Amiben még gondolkozunk, az egy a sportlétesítményekben, tehát a focipályának a felújítása, az tavaly évben egy belügyminisztériumi pályázat alapján a klubépületet sikerült részben felújítani, de a tetőtér még várat magára, valamint szeretnénk az öntözőrendszerét, a pályának a térvilágítását és a új kerítéssel ellátni a területet, mert hát viszonylag nagy terület, és hát jelen pillanatban a kerítés az nem abban az állapotban van, amiben szükségeltetnek. Török László, a Szadai Önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke elmondta, hogy a 2013-as évben költségvetési rendszerük szinte teljes egészében átalakul. Saját intézményeikből az oktatási részt az állam teljes egészében átvette, így maradt az óvoda, a gyermekétkeztetés és az önkormányzati hivatal. Hozzátette, hogy ez az első olyan esztendő, amikor az állami költségvetésből leosztott pénzek teljes egészében finanszírozzák az óvoda működését, kivéve a gyermekétkeztetést, amihez az önkormányzat egy 18 milliós nagyságrendű támogatást biztosít. A helyi adóbevételek aránya megnövekedett, szerepe megnövekedett az önkormányzat működésében. Itt mint egy 10%-os növekedés. Tehát azt mondom, hogy eddig durván egy olyan 30%-os szerepet töltött be az önkormányzat költségvetésbe, ez évben várhatóan 40 vagy ezt meghaladó volument is elér a helyi vállalkozók által befizetett adónak a mértéke. Ez egy jelentős segítség, és ezáltal az önkormányzat mozgástere továbbra is bővülhet. Építményadó bevételeinket az önkormányzat visszakívánja fordítani a vállalkozók igényei szerint infrastruktúra fejlesztésre a vállalkozók részére. Összességében úgy állapítható meg, hogy a 2013 évi költségvetés a vártnál jobban alakul, ebben nagy szerepe van a helyi adóknak. A vállalkozói konferencián cégünk is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, hiszen a Szadai Önkormányzat és a Régió Plus Televízió között kialakulóban van egy együttműködés, mely által hatékonyabb kommunikációt tud a település kialakítani. Az önkormányzat tervei közt szerepel, hogy a jövőben bevonják a párbeszédbe az összes szadai vállalkozást, erősítve a velük való együttműködést, kommunikációt. Az est végén a Mondi Szada Kft. Ügyvezetőjét, Volker Herris Vanturat köszöntötte a Szadai Önkormányzat vezetősége nyugdíjba vonulása alkalmából. Svantur pedig emlékül a több évtizedes gyümölcsöző kapcsolatért egy faragott képet adományozott a településnek.